Egy 27 éves mezőtúri férfit gyanúsítanak a helyi rendőrök azzal a bűncselekménnyel, ami a város egyik üzletében történt. Egy 27 éves mezőtúri férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy február 3-án bement egy mezőtúri üzletbe, és több mint 180 ezer forint áruval megpakolta a bevásárlókosarat, majd fizetés nélkül távozott. Ezt követően felült a kerékpárjára, és maga után húzta a bevásárlókocsit, aminek a kereke megakadt a járdaszegélyben, és felborult. Azt is megtudtuk, hogy a férfi 2023-ban három alkalommal próbálkozott hasonló módszerrel élelmiszerüzleteket megkárosítani. Első alkalommal felborult a 119 ezer forintnyi áruval megpakolt kocsi, másodjára feltartóztatták a bolt dolgozói, harmadszorra azonban sikerült az akció, és 62 ezer forint értékű árut vitt magával. A férfi január 7-én is követett el bűncselekményt, ekkor egy gépkocsit lopott el, amivel balesetezett. A gépkocsit hátrahagyta, és a jármű tulajdonosának pénztárcáját magával vitte. A férfit elfogták és előállították a mezőtúri rendőrök, és a többszörösen egyesített nyomozásban közokirat, magánokirat, készpénzhelyettesítő fizetőeszköz egyidejű elvételével elkövetett lopás büntette. Továbbá négy rendbeli üzletszerűen megvalósított lopás büntet miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozó hatóság őrizetbe vette és kezdeményezték letartóztatását.